sok szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőjét és a kedves televízió nézőket. Dobos László vagyok, Karcagváros polgármestere, és engedjék meg, hogy bemutassam a mellettem ülő urat, Kovács Sándor urat, a Jászlóki-Kun Szolnok megyei közgyűlés elnökét, egyébként karcagi születésű és Karcagon élő polgártársunkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a tegnapi kezdődő történésekről szeretnék egy rövid helyzetértékelést adni. A rendőrkapitány úr a tegnapi napon a déli órákban tájékoztatott arról, hogy egyre több befektető jelzi azt, hogy nem jut hozzá a befektetett pénzéhez, amit korábban egy utazási iroda vezetőjének adtak át, az iroda Kun Mediator névre hallgat, és egy valóban utaztatással foglalkozó cégként működött. Az, hogy ők banki tevékenységet is folytattak, erről keveseknek volt korábban tudomása, és jelen állás szerint azt sem tudjuk megmondani, hogy erre volt-e valamilyen engedélyük, lehetőségük. Nyilvánvalóan a nyomozás majd ezt ki fogja deríteni. A történet az, hogy a cég vezetője és hozzátartozói előző éjszaka eltűntek a városból, az irodára annyi feliratot tettek ki, hogy technikai okok miatt zárva, és így nyilvánvalóan a befektetők egyre inkább pánikba estek, és szerettek volna hozzájutni a pénzükhöz. A hír szájról szájra terjedt, és egyre több ember jelezte azt, hogy neki is volt befektetett pénze ennél a cégnél. A tegnapi nap végére már körülbelül 200 fő tett feljelentést a karcagi rendőrkapitányságon, és várhatóan ez a szám csak emelkedni fog. Természetesen komoly érzelmi hullámokat indított el ez városunkban, ez már a tegnapi napon megtörtént, és a mai napon folytatódott, és nyilvánvalóan folytatódni fog addig, amíg valamilyen konkrét tényekről, eseményekről nem fognak tájékoztatást kapni ezek a befektetők, ezek a kis emberek, akik különböző összegeket adtak át a Kun Mediator vezetőjének. Az 500 ezer forinttól kezdődően hallomásunk van több százmilliós forintos betétekig. Nyilvánvalóan addig mi sem tudunk semmi konkrét dolgot mondani, amíg a rendőrség nem tájékoztat bennünket. Végtelenül sajnáljuk, hogy ez a helyzet kialakult, hiszen a számok azt mutatják, hogy igen, sok embert, sok családot érintett ez a történet, akik abban reménykedtek, hogy jó helyre fektették be a pénzüket. Sokan közülük évtizedeken keresztül dolgoztak azért, hogy megtakarításuk legyen, és ezt szerették volna biztos helyen tudni. Jelen állás szerint nem tudjuk, hogy hova tűnt a pénz. Így a számokat összeadogatva és a létszámot hozzátéve arra gondolunk, hogy ez több milliárd forintra fog rugni, ami itt a városban egyáltalán nem jelent meg, tehát valamilyen más területre, más városba kerülhetett ez a pénzösszeg. Hiszen itt egy 20-30 milliós beruházás is szemet szúr mindenkinek, ilyen összegű befektetés pedig itt nem volt semmiképpen tapasztalható. Ez még félelmetesebbé teszi a helyzetet, tehát mindenképpen azt várjuk, hogy a nyomozás ki fogja deríteni azokat a szálakat, hogy ezeknek a befektetőknek hova tűnt a pénzük. Amit mi megtehetünk, az mindenképpen az, hogy próbáljuk az embereket nyugtatni, és a kapott információkat minél előbb eljuttatni hozzájuk természetesen, hiszen ezzel egy bizonyos támaszt nyújthatunk számukra, és mindenképpen szeretnénk nekik jogi segítséget is biztosítani, hiszen erre nagyon nagy szükségük van, és a magunk részéről mindent elkövetni annak érdekében, hogy lehetőség szerint erre a befektetett pénzükhöz hozzájussanak. Hogy erre lesz a lehetőség, azt a későbbiek folyamán fogjuk mi magunk is megtudni, az élet mutatja ezt meg, főképpen az a legnagyobb kérdés itt, hogy valóban engedéllyel folytatta-e ez a cég ezt a bizonyos banki tevékenységet. A hangulat nagyon feszült a városban emiatt,
hiszen vagy érintett valaki, vagy ismerős rokon érintett ebben az ügyben, és hát itt azért az emberek nem duskálnak a pénzben, tehát minden forint számít. Azt mindenképpen sajnálatra vettük tudomásul, hogy a jobbikos aktivisták ezt a hangulatot nem csitítani szerették volna, hanem tovább fokozták és hangulatot keltettek elsősorban olyan emberek ellen, akiknek az égvilágon semmi közük nincs ehhez az egész történéshez. Nagy valószínűséggel ez egy előre jól megtervezett akció volt, egy csalásról beszélhetünk itt. Én nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, és ha bármilyen kérdés van, szívesen válaszolok, és várom azt, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel a történéseket, és ha akármilyen információval rendelkezünk, akkor természetesen azonnal és szívesen állunk az önök rendelkezésére. Köszönöm a figyelmüket, és átadom a szót Jászlóskun-Szolnok megyei közgyűlés elnökének, Kovács Sándor úrnak. Én is köszöntöm a sajtó képviselőit, és én egyetértve polgármester úrral néhány háttérinformációval szeretném kiegészíteni a történteket. Mert aki nem Karcagon él, az igazából nem tudja hova tenni ezeket a személyeket, ezeket a történeteket. És ahogy polgármester úr mondta, itt 200 felett vannak már a károsultak, és ezek percről percre a rendőrség adatai szerint nőnek, akik feljelentést tesznek, és körülbelül olyan 2 milliárd forint körül satszolható az a pénz, aminek a helyét nem tudjuk, amiről nem tudunk, hogy hova kerültek. És hogy polgármester úr is mondta, ez egy kisváros, egy 20-30 millió forintos tétel, itt már tudja és tudják a karcagiak, egy családi ház 15-20 millió forintba kerül, tehát a pénz nem itt van, és beszélgettünk az emberekkel, kimentünk, hiszen az utazási iroda karcagi székház előtt voltak, és nagyon érdekes információkat kaptunk az ottani, nem is igazából betétesektől, mert nem tudjuk, hogy igazából egy betétesek-e vagy csalás, sima csalás áldozatai lettek, hanem ők hívták fel a figyelmet arra, hogy ennek az utazási irodának több telephelye van, ideglenes telephelye van Debrecenben, Törökszent Miklóson, Budapesten van két telephelye, ami egyik nagyon érdekes, a Kun Mediátor utazási irodának van Budapesten az Egressi út 28-30 szám alatt egy telephelye, ahol az van írva, hogy ügyfélszolgálat nincs. Tehát nem lehetett tudni, hogy ott utazási irodai tevékenységet nem folytattak. Itt a karcagiak tudják, hogy kivel van közös telephelye a Kun Mediátor utazási irodának, és azt is tudták, hogy ez a cég bérelte itt egy volt fehér holló szállodát ugyanennek a cég tulajdonosi körétől, tehát az itteni károsultak feltételezik, hogy kapcsolat van ezzel a céggel. És hát ami érdekesség, hogy ennek a cégnek a vezetője karcagi lakos volt, és karcagiak tudják, hogyha megkérdezik, hogy milyen feszült viszonyban volt az akkor és a mostani polgármesterrel, hiszen ő még Vadai Ágnes országgyűlési képviselő idejében támogatta a Vadai Ágnest, MSZP-s rendezvények voltak a ő tulajdonában lévő szállodában. Majd azok a hírek voltak itt egy karcagi kiadványban megjelent, amivel összefüggésbe hozták a Jobbik Magyarország pártámogatásával ezt a céget. Ezt azóta sem cáfolták a karcagi Jobbik részéről, tehát az emberek Karcagon ezt az összefüggést találják ezzel a céghálóval kapcsolatban, ezt a tulajdonosi kört említik. Én azt tudtam javasolni a károsultaknak, hogy mindenképpen a tulajdonostól kell megtudni, hogy hol van a pénz, hiszen Karcagon, ha ez a 2 milliárd forint befektetésre került volna, ennek látszatja és nyoma van. Tehát ez valahol Karcagon kívül, akár Budapesten, akár a károsultak azt mondták, hogy azt nyilatkozta a tulajdonosnő, hogy cégbe tette be, a cégbe van biztos helyen, ezt a céget kell megtalálni a rendőrségnek, és én arra kértem a károsultakat, hogy amennyiben információjuk van erről a cégről, hogy hol lehet a pénz, azt mindenképpen a rendőrség tudomására hozzák, mert még a cégtulajdonost nem tudjuk fellelni, a rendőrség nem tudja fellelni, addig nincs információ, hogy hol parkoltatják ezt a pénzt, amiből lehetne a tulajdonosokat, a károsultakat mindenképpen kárpótolni.
Itt van néhány dokumentum erről a támogatási rendszerről, amennyiben a sajtó képviselői kíváncsiak rá, én nagyon szívesen megmutatom, itt eredeti példányú kiadványok voltak, és én azt gondolom, hogy ha a rendőrség ezt a céghálózatot fel tudja göngyölíteni, akkor a pénz is meg fog kerülni, legalábbis jó része ennek a pénznek, mert nem hiszem, hogy a tulajdonos akár a táskájába, vagy egy bőrönbe ezt a 2 milliárd forintot elvitte volna, tehát ez valahol fizikailag megtalálható, és minden segítséget megadunk a rendőrségnek, és arra kértük a károsultakat is, ők is adjanak meg minden segítséget arra, hogy ezt a pénzt fel tudjuk lelni. A másik dolog, én is érdeklődtem, hogy jogos volt-e ez a befektetés kezelés vagy sem. Az érdekesség az, hogy állítólag a károsultak azt mondják, hogy már 10 éve történt ez a befektetés kezelés, de egyetlen hivatalos hirdetésben sem jelent meg. Tehát a nyilvánosság előtt ez nem jelent meg, és pedig ez a cég, ez az utazási iroda, itt egy televíziót is hozott létre, amelynek kicsit feszült volt a viszonya a karcagi önkormányzattal mindig. Ez létre lett hozva, ez a televízió, ott sem hirdettek, az egyetlen kiadványukban sem hirdették ezeket a befektetési lehetőségeket, ezért gyanús az, hogy ez valamennyire illegális tevékenység lehetett. A cégnek a cég nyilvántartásában fel van véve, hogy milyen tevékenységet folytat, a broker vagy a befektetéskeresés benne van, de ez nem jelenti azt, hogy a pénzügyi felügyeletektől bármilyen engedélyt kaphatott rá. Mert két dolog van, vagy illegális pénzügyi tevékenység folyt, ami egy sima bűncselekmény, ami példátlan nem csak Karcagon, hanem itt az egész környéken, az egész megyében, vagy egy olyan jellegű pénzügyi tevékenység, amiben csak rossz befektetéseket tett. Tehát minél előbb ezt várjuk az illetékesektől, hogy ebben nyilatkozzanak, és utána tudunk lépni, de azt gondolom, és azt mondtam a károsultaknak, és a károsultak is már keresik azokat a akár budapesti, akár városon kívüli szálakat, ahova a pénzük eljutott. Én azt javasoltam nekik, hogy semmi olyan eszközt ne vegyek innek igénybe, ami a hatóságokon, a rendőrségen, a hivatalos szerveken kívüli segítség. Bízzanak a rendőrségbe. A megyei rendőrfőkapitánytól azt a tájékoztatást kaptam, hogy a bűnügyi helyettese vette kézben itt Karcagon fizikailag is ezt a nyomozást, és kiemelten kezelik ezt az ügyet, hiszen nagyon nagy kárértékű. Amennyiben kérdések vannak, én akár az összefüggésekről, akár a hangulatról, a hátteréről is tudok még néhány dolgot mondani ennek az esetnek. És ami érdekességgel még a dolognak, hogy tényleg, ahogy polgármester úr mondta, volt olyan ügyvéd, volt olyan politikusok, akik hamarabb értek a helyszínre, mint a károsultak. Ez elég érdekes szituáció volt. Lehet, hogy vagy ők is károsultak voltak, vagy benfentes információk volt az ügyről. Köszönöm. Köszönjük szépen elnök úrnak a tájékoztatását, és akkor tisztelt hölgyeim és uraim, állunk rendelkezésre, ha bárminek valamilyen kérdése van, akkor megpróbálunk válaszolni arra, ha megfelelő információval rendelkezünk. Én nem tudom, hogy mennyire érintettek az ügyben. Nem tudom, mennyire, csak jelezték azt, hogy mielőtt kezdett gyülekezni a tömeg, ők már volt egy ügyvéd ott, volt egy országgyűlési képviselő, aki már jogi segítséget ígért a károsultaknak, úgyhogy igazából még információ se volt arról, hogy itt milyen jellegű probléma volt. Azért furcsálottuk, hogy mintha hamarabb tudtak volna erről az egész problémáról, mint azok, akik aznap nem tudták kivenni a pénzüket, hiszen beszéltem a károsultakkal, és ők azt mondták, hogy a múlt héten a ügyvezető hölgy, aki ezt az utazási irodát vezette, szerdai napot adta meg nekik, hogy kifizetik a keddi szerdai napot, hogy kifizetik a hozamot, a kivett pénzt, és hát ők várták azt, hogy ezen a héten fizetik ki, és ami gyanús volt ebbe a dologba, hogy nem úgy tűnt, mintha kapkodva hagyták volna el Karcagot, vagy sokan mondják, hogy akár lehet, hogy az országot is, de ez jól elő volt készítve, pontosan tudták azt, hogy ők már kedden, szerdán nem fognak semmit kifizetni. Tehát nem úgy tűnik a dolog, mintha sietve távoztak volna a városból, tehát előkészítve lett ez a dolog, és azért kellemetlen ez a nyomozóhatóság részére, mert nem tudják meg
megkérdezni az ügyvezető igazgató asszonyt, hogy hol a pénz 10 év alatt, kinek adta át, kivel forgatta, milyen befektetésekbe tették, ez valószínű, hogy egyedüli tulajdonos vagy tudója a ismeretlen helyzet helyen tartózkodó tulajdonos asszony. Ezért kellemetlen a szituáció. Én azt gondolom, hogy ha a rendőrség megtalálja a tulajdonost, és akár a külföldön van, hazahozza őt, vagy nyilatkoztatják, ő meg tudja mondani, hogy hol van a pénz, hol van az a pénz, ami nem csak a karcagiak, mert hallottam megyén kívül is, hogy máshol is gyűjtöttek befektetéseket. És hát mibe fektették a pénzt, az a kérdés, azt kell a rendőrhatóságnak mindenképpen felkutatni. Nekem van politikai szám, ugye említette, hogy bocsánat, ezek hogyan kapcsolódhatnak ez a tulajdonosi körhöz? Milyen dokumentumok vannak ezek? Hát az a helyzet, hogy ez nem biztos, hogy politikai. Az a helyzet, hogy ennek a háttere az volt, hogy voltak olyan személyek, akik nem voltak jó viszonyban az előző és a mostani folytonos városvezetéssel. Hiszen nem kaptak megrendelést, nem mentek bele azokba a jellegű dolgokba, amiket ez a vállalkozói kör szerette volna, ezért mindig támogatták, és ez, ha Karcagon mennek, támogatták mindig az akkori polgármesterrel szemben indulókat, hol országgyűlési képviselőválasztáson, hol polgármester választáson. Ez volt a szál, és mindig támogatják azokat a politikai riválisokat itt Karcagon, akik a fennálló városvezetéssel szemben foglalnak állást. Erről vannak hírek, hiszen még akkor nem DK-s, hanem MSZP-s rendezvények voltak, hiszen Horn Gyulától kezdve Lendva Ildikóig megjelentek, még akkor a Fehér Holló volt. Most már Bonanza néven az a Kummediátorhoz köthető csoport üzemelteti ezt a szállodát, és hát a tulajdonosa pedig itt közös telephelyen van a Kummediátor utazás, illetve a budapesti telephelyen. Ezek voltak, ott voltak ezek a politikai rendezvények, és hát jelentek meg újságok is, ez a például, ami itt egy karcagi kiadványban hivatkoznak a Szentendre és vidéke lapra, a 2012. április 20-ai számában, ahol ennek a cégnek a politikai finanszírozásáról esik szó, és hogyha Szentendrén hivatkozik egy jobbikos politikus, hogy ki finanszírozta őket és kire hivatkozik, akkor csodálkoznám, hogyha ha Karcagon ez a kör nem jelent volna meg, ez az országos finanszírozású dolog. Ez a karcagi kiadványban megjelent, erre nem reagált az itteni Jobbik, és hát itt van ez a Szentendre és vidéke lap, ez a törszám, amiben ez a hivatkozás itt ment. Itt van ez a Szentendre és vidéke számba jelent meg, és mi próbáltuk megkérdezni az ittenieket, hogy volt-e ilyen finanszírozás, nyilatkozzanak erről a dologról, de sem cáfolni, sem megerősíteni nem próbálták, és azért furcsa, hogy pont a Jobbik részéről hirtelen megjelentek ezen a demonstráción, a jobbikos országgyűlési képviselő jelent meg, szinte hamarabb, mint a károsultak, tehát ő volt az, aki információval rendelkezhetett. Én kíváncsi lennék, hogy kitől kapta az első információt. Ja, Lukás László. Lukás László György, így van. Köszönöm. Kérem. Amennyiben is, nagyon szépen megköszönjük az érdeklődésüket. További szép napot kívánunk mindenkinek.